Közelmúltban egyre több helyen kerül szóba, hogy szétesik az Európai Unió. Járókelőket kérdeztünk, mit gondolnak erről? Ez jó vicc. Mit szól hozzá? Nem igaz. Én megmondom őszintén, én azt csodálom, hogy egyáltalán megalakult. Szétfogás né? Merkel, mit szól hozzá? Szerintem nem fog szétesni. Nem tudhatjuk, hogy a háttérben milyen nagy dolgok, vagy kik mozgatják a szálakat, úgyhogy miért ne lehetne? Én azt mondom, hogy nem fog szétesni az Unió, hanem meg fog erősödni. Szétesik, és akkor mi van? A Unió után is van élet, szerintem. Ez meglepetés számomra, legalább nem vagyok nagy politikus, de ha már Uniót, az sajnálom azt. Hát ez nagy probléma lesz, ha szétesik. Látja ennek a veszélyét? Látom. Én ebben nem hiszek, ez már nem fog szétesni. Ebben már nem hiszek. Ahhoz meg mi nagyon kicsik vagyunk, hogy ebben mi beledumáljunk. Én egyáltalán nem örülnék ennek az egésznek, mert ugye, hogyha ez megtörtén, akkor leszakadnánk teljes mértékben Európától. Örülök neki. Miért? Semmi értelme nincs. Semmi. Az ég adta a világon, egy nagy csomag bürokratikus vízfej van, három városra szétosztva. Eddig legalább tudtuk, hogy GEF-ben van, az az ENSZ, az UNESCO, aztán kész. Ennél több nem kell. Úgy látom, hogy mindenki vigyázni fog arra, hogy kell nekünk az Unió, ne essen szét. Nekem teljesen mindegy, mert úgyse élem azt már meg. Mire abból valami lesz? Én nekem ez a véleményem. Én jól érzem magam, ahogy vagyok, hála Istennek, nyugdíjat kapok, nem kell küszködnöm, hogy miből élek meg, beosztom és jól élek, kuszilok mindenkit.